Karácsony alkalmából a nyugdíjas pedagógusait köszöntötte a pedagógusok szakszervezete Fehérvár megyei szervezetének nyugdíjas tagozata. Az összejövetelnek idén első alkalommal a Tóvárosi Általános Iskola adott otthont, ahol Mészáros Attila alpolgármester nyitotta meg a találkozót. A délutánt a Tóvárosi Óvodások műsora tette színessé. Mindig örömmel és nagy izgalommal jövök a városi nyugdíjas pedagógusok karácsonyi ünnepségére is, és amikor mindig, mikor meghívnak, hiszen jó közöttük lenni, mindig visszaemlékezésekkel beszélgetnek egymással, és ami nagyon fontos, hogy tartják egymással kapcsolatot, beszélgetnek, mosolyognak és szeretik egymást. És azt gondolom, hogy talán különösen adventkor ez még hatványozottabban fontos, és bízom benne, hogy ez a szeretet, ez a sok-sok mosoly, ez megőrzi őket abban, hogy ez a klub fontos, és a jövőben is segítik és szeretik egymást. Zelenák Istvánné a pedagógusok szakszervezete nyugdíjas tagozatának titkára örömének adott hangot, hogy szépkorú társaival együtt köszönhetik advent ünnepét. Ez egy nagyon szép ünnep, nem csak a hála, a köszönet, hanem a szeretet ünnepe is, és a nyugdíjas klub már egy héttel ezelőtt készített ajándékokat, kis Betlehemet készítettünk, egy nagyon jó hangulatú délutánt tartottunk együtt, és ezzel készültük az ünnepre. A kis óvodások, mint minden évben a szeretet ünnepét nálunk, az óvodások kezdik, ők adnak egy műsort, ezzel kezdődik az adventi hetünk. Zelenák Istvánné még elmondta, jelenleg 45 tagja van a nyugdíjas klubnak, de a taglétszám növekszik. Természetesen nem csak általános és középiskolai tanárok tartoznak a soraikba, de óvónők is, akik szívesen töltenek együtt időt, általában két hetente, illetve szerveznek egymásnak közös programokat is.